Jézus Krisztus szupersztára Szolnoki Szigligeti Színházban. Radó Döníz, a darab rendezője vár bennünket, hogy egy újabb színházi háttérszakmát tudjunk bemutatni. Az eszem megáll, egy néma király, Szaros Galileai, ugye de nem rám tartozik. Melyik az a színházi kiszolgáló szakma, amelyre nem gondolnak a nézők, amikor látják a művet a színpadon, de aki nélkül nem jöhet létre egy ilyen produkció? Hát én azt gondolom, minthogy ugye itt az éneklésről, a zenéről szól ez a Jézus Krisztus szupersztár, hiszen nem hangzik el egyetlen prózai mondat sem szinte benne. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb ilyen szakma az a korrepetítoré, hiszen elejétől végig meg kell minden egyes hangot tanítaniuk. Korrepetálásra az üt eszembe, hogy nem tud a gyerek, és aztán valakinek oda kell mellé ülni, külön órát kell adni, van valami köze ennek a korrepetíciónak? Hát hogyne, hiszen a dalokat először nem tudják a színészek, de nem azért nem tudják, mert nem elég ügyesek, hanem azért, mert még nem ismerik ezeket a dallamokat, vagy nem ismerik pontosan a dallamokat. Tehát ugyanúgy, mint egy gyereknek nyilvánvaló, ugyanígy meg kell tanítani a színészeknek hangról hangra, dallamról dallamra az egész színdarabot. Színészeknek, a kórusnak, tehát azt gondolom, hogy egy iszonyatosan nagy feladat, pláne ennél a darabnál. Mennyire korábban kezd el a korrepetítor dolgozni a színészekkel? Egyenként dolgoznak, ugye? Tehát egy színész egy korrepetítorral. Hát januárban már elkezdtük a próbákat, elkezdték. Most május, április van. Április van bizony, hát ez borzasztó nehéz, és ez egy nagyon énekeseket próbáló zene, ez a Webber zene, és azért itt a mi színházunkban a legtöbb színész tulajdonképpen prózista. Tehát ezért is egy nagyon nagy feladat a korrepetitor számára, hogy úgy tanítsa meg ezeket a dalokat, ezeket a nótákat, ami egy prózai szerepekhez, prózai színészethez szokott toroknak, színésznek a lehetőleg. Ez tovább, ez egy picit jó, tehát ez leintésig, ameddig a karmester le... Így van, karmester lesz le is inti, erre majd próbáljatok figyelni. Nézzük már, hogy akkor a második, mert egy métejőtől. Jó, mehet már is. És... Foglaljuk össze a nézőknek, hogy miből áll egy korrepetítornak a munkája. Az olvasópróba napjától a zenei vezető a rendezővel együtt elmondja az instrukcióit a korrepetítoroknak. A mi színházunkban ketten dolgozunk, Rimóci Mónika kolléganőm, ő a karvezető, csak a kórussal foglalkozik, én csak a szólistákkal. Ezeket a zenei instrukciókat mi bejegyezzük a kottánkba, és akkor az első héten megkezdődik a korrepetíciós időszak, amikor betanulják a színészek velünk itt zongora mellett az énekelnivalókat, meg a kórus is, ugyanígy zongora mellett, és utána eljön maga a színpadi próbálásnak az időszaka, amikor pedig a korrepetitor helyettesíti az utolsó héten beálló zenekart a próbákon, tehát mi gyakorlatilag mi biztosítjuk a zenei kíséretet is úgy, hogy a zenei vezető instrukciója alapján vezetjük a színpadi próbákat. Tehát mi szólunk azért, hogy itt lassítás van, itt vegyél kérlek levegőt, ezeknek az összefoglalása. Ami a korrepetitornak a premierrel vége a produkcióban a munkája? Nem. A mi színházunkban az a gyakorlat, hogy minden előadás előtt biztosítunk beéneklést a színművészek és a kórus számára is, illetve ügyeletben hallgatjuk a produkciót, és hogyha olyan kicsi elváltozást veszünk észre, amelyet sem a rendező, sem a zenei vezető nem szívesen hallana, vagy nincs módja rá, hogy ezt figyelemmel kövesse, akkor ez a mi dolgunk, és akkor mi irányítjuk ennek a helyreállítását is. Megkérjük a művészeket, hogy a régi elgondolás szerint dolgozzanak a színpadon.